Az megvan, amikor markáns véleményed van valamiről, és abból egyáltalán nem engedsz. Na hát én így voltam a Forma 1-jel. Mégis mi izgalmas abban, hogy minden vasárnap a húsleves fölött köröznek az autók? Mit nézel rajta, de most komolyan? Persze létezésének okát sose firtattam, teljesen egyértelmű, hatalmas pénzügyi szegmens, a technológiát úgy tolja előre, hogy arra nincsenek szavak. De csinálják laboratóriumban, mint az összes hasonló, unalmas, mégis sorsfordító és fontos fejlesztést. Na, itt tévedtem egy hatalmasat, mert durván sok embert érdekel. A 2020-as idén 433 millióan nézték. Ugyanitt jegyezném meg, hogy iratkozz fel a csatornára, mert a te feliratkozásoddal is közelebb kerülünk mi is a 433 millióhoz. És csak megjegyzem, hogy ez a 433 millió egy lezuhant szám, egy igazán alacsony ahhoz képest, amennyien szokták nézni. Köszönöm, hogy mindannyian eljöttek, ez nem egy jó hangulatú értekezlet lesz. Ez az igazság, hogy a tavalyi számok nyomát botta szűthetjük. Muszáj lesz leklerekítenem a fizetésekből. Igen, de 2021-ben a hozzáállásom ehhez a sporthoz drasztikusan megváltozott. Semmi újdonságot és meglepőt nem fogok viszont most közölni. A Covid alatt rácsúsztam a Netflix Hajsza a túlérésért sorozatra, ami szépen lassan megszerettette velem ezt a világot. Ezt komboztatek a zavarba ejtő és rengeteg kérdést felvető, pontos és precíz tudása a Forma 1-ről, amivel eddig nem voltam tisztában. A sorozat erejével és tekna szakértelmével pillanatok alatt megtanultam nézni ezt a sportot. Imádom a szerződéseket, a pályán kívüli csatározásokat, a harcokat a pilótaszékekért, a rossz ütemben felszerelt gumikat. Szóval ez egy tök izgalmas világ, az a veszély, ami körbelengi őket, de a technológia fejlődésének köszönhetően többségében biztonságban vannak, hála Istennek. Micsoda, most cserél gumit? Micsoda, ezek után nem cserél gumit? Bocsi, térjünk vissza a Forma 1-hez, a kedvenc istenem a Ferrari lett, mert mondjuk a McLaren is szuper izgi, mert vicces Ricardo, ez nem volt túl szakmai. How's the run on the guy? Ja, és akkor itt egy nagyon fontos dolog, hogy ugye hát én most lettem Ferrari, és ebből a Schumi érából kimaradtam, sőt, elég unalmasnak tűnt, hogy már megint a Schumi, jaj, már megint a Ferrari, mit kell ezen nézni, de hát ez tökre nem így van. Ha tudtam volna, hogy versenyek vannak versenyen belül, akkor a Schumi éra sem zavart volna, meg valószínűleg a Hamilton dolog sem zavarna, mint ahogy nem is zavar. Mert hogy igen, van elölverseny a bajnoki címért, de van olyan istálló, aki a középmezőnynek a tetejét akarja majd elérni már az első versenynapon, mert tudják, hogy körülbelül addig ér a takaró, és ez ennek regyém van, illetve a végén is van egy verseny. Akinek te szurkolsz, annak a célját kell elérni, és ott kell izgulni a tévé előtt, hogy az összejöjjön. Például itt van Leclerc karcsi, személyes kedvencem. Sosem sisteregtem, hogy miért nem tud újra meg újra első helyet elérni. Neki megvan a saját versenye Gaslyval, Landon Carissiannal, és bőven fontos, hogy közülük jobb helyet érjen el, ezzel több pontot szerezzen, így magának is, meg a Ferrari istállónak is. Minden istállónak megvan a célja, és azért érdemes szurkolni, nem irreális elvárások mellett, minden hétvégén csak csalódni, hogy már megint a Hamilton, már megint. Be kell vallanom, ami a bajnoki címet illeti, én Hamiltonnak szurkoltam. Ne nyomd el, elmagyarázom! Értem én, hogy ez már a 8. világbajnoki címe lett volna zsinórban, és ez tök unalmas, de én csak most kezdtem elnézni. Nekem ez az első lett volna. Érted? És akkor most ezt az egyet sajnáltam volna tőle? Csóró Lajos? Na ez a másik pedig a Red Bullos dolog. Értem, Verstappen kimaxolta ezt az évet. Hihetetlen köröket pakoltak össze Kürtös Krisztián vezényletével, de amikor kimoltunk a Hungaroringen, az a sok narancssárga, pólós, sapkás, szurkoló, olyan szintű, mérhetetlen, gyűlöletes és utálatos sugárzott Lewis Hamilton felé, hogy úgy döntöttem, én a Merci mellé állok. Én Hamilton támogatom. Mit fújoltok? Dicsérd a sajátodat, szurkolj a sajátodnak, de ne köpködd a másikat, utálod mégis, milyen okon? És akkor még erre jött rá Hamilton szivárványos bukós is, aki ami hazánk nagyjainak sem volt szimpatikus. És akkor még ott van Vettel, aki testét szémlevas pulóval Vettel. The win rather than the second. Ha már itt tartunk, még egy kicsit a Hungaroringről. Tekla kapta jegyeket szüli napjára, és hihetetlen szerencsém volt, mert elvitt magával. A Forma 2-es és a Forma 1-es futamok között is fesztivál hangulat uralkodott. Mörcsök, kajádák, piáldák, hihetetlen élmény. A sejkek bent a padoklubba, meg mi is egy másikban. A zenék, a kiállítások, a parádia, ahogy a spéci kamion tetején mennek körbe a pályán a versenyzők vasárnap, és interjúkat adnak,
felejthetetlen élmény. Az esetek többségében kánikula szokott lenni a Hungaroring napján, nálunk is ez volt, nagyon kevés az árnyék lehetőség, én a Jobi nacit ajánlom, nem a rövid nacit, mert ráülsz arra a műanyag székre és a csupasz combod odaig. Mondjuk ennél sokkal érdekesebb tényekkel is készültem mára. Mert hogy büszke első évesként is ragadt már rám valami, amit most megosztok veletek. A pilóták rengeteget edzenek, elképesztően atletikusak, de nem csak azért vannak kiszedve, mint a bableves, mert a borzasztó nagy G-hatás folyamatosan sanyargatja a testüket, hanem mert a púzusuk 200 szívverés per perc is lehet. Nos, az orvostudomány álláspontja szerint egy átlagos púzus szám 60-80 között mérhető, szóval a 200 az nem átlagos, mondhatni nagyon nem, ez pedig kibírni több, mint durva. A pilóták szigorú diétájukat betartva több mint 4000 kalóriát is képesek bevinni egy nap, aztán az oda is lesz. Mert hogy bent a kocsiban akár 1000 kalóriát is képesek elégetni egy óra alatt. Oké, megkajáltak a pilótáink, most jöhetnek az üdítők. A képlet onnan indul, hogy nettó 4 liter képesek elveszteni egy futam alatt, és az a közeg, ahol mindezt teszik, nem túl barátságos. A pilóta fülkében 70 fok van, és bár van vízük, ha nem lenne, gyakorlatilag nem tudnák végigcsinálni a futamot, de nem az a jó ízű koktél, amit úgy szűpürcsölgetnél egy nyári melegben. 2009-ben például láthattuk, vagy hát én nem láttam, mert ugye ebből az évben kezdtem el nézni a Forma 1-et, de hogy visszanéztem, szóval Bahrainben Alonsónak a folyadék egysége tönkrement. Csodával határos módon mégis végigment a futamon, bevitte a kocsit a célegyenesen, végül a sajtószobában esett össze, hidratálták jól lett, de hát ez egy nagyon komoly dolog. És akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ahogy azt már az előbb is jeleztem, ez nem az az üdítő, amit kikérsz majd a pincértől, ennek egy elég rossz íze van, sós, ásványos ízé, ami ráadásul abban a 70 fokos pilóta fülkében a tizedik kanyarnál lesz közel 60 fokos. Lassan kéne a támba egy kis citromlé. Nem, gyerek érte most. Most jön a technológia csúcsa, a ruhájuk, overájuk 12 másodpercig képes távol tartani a közel 700 fokos lángokat a testtől, ugyanígy a zokni, a cipő és a kesztyű is. És ezt még lehet fokozni, a bukós is csak 45 másodpercig képes viselőjét távol tartani a 700 fokos lángoktól, sőt a rostéja egy 500 km per órával süvítő lövedéket is képes megállítani. Hát nem hihetetlen! És tudod, hogy mi állítana meg még bármit? Felipe Massa szerencsehozó alsónadrágja. A brazil pilóta ugyanazt az alsónadrágot hordta hosszú éveken át, szombaton és vasárnap a futamok alatt. Igen, szombat és vasárnap között nem volt mosónap, de most figyelembe véve, hogy a nagy G-hatások miatt nem idegen a versenyzők életébe, hogy a futam alatt némi vizelet távozik a nadrágba, ez az info külön pikás. Nem kérdés, hogy egy ilyen versenyhétvége után Felipe nadrága nem volt más, mint egy merő massza. Rengeteget szeretnék még tanulni erről a világról, mi utekre mellett könnyű lesz, és jön a Drive to Survive következő évada. Szóval minden adott ahhoz, hogy beszélgessünk akár itt a komment szekcióban. Írjátok meg nálatok, milyen fun fact van a zsebben, mit hagytam ki, nyilvánvalóan rengeteg mindent. Írjátok meg, hogy ebben az évadban melyik volt a kedvenc húzásotok, ki a kedvenc pilótátok. Jó tudni és egyeztetni, hogy ki mit tud erről a világról, apropó most menj nyugdíjba. Mit szóltok Hamilton trónfosztásához? Fog-e duplázni a Red Bull? Én Madar Csabi voltam, instán találkozunk két videó között, nyomd meg a feliratkozást és a harangot, jobb, ha tudod, hogy hell. Fúrjál! Fúrjál még! Gyere, gyere, fúrj! Még ott kihagytál egy kis részt, gyerünk! Fúrjál! Fúrjál!